Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szigorítások Szekszárdon. Ács Rezső célja, hogy sikerüljön lassítani a vírus terjedését. Veszélyben az építőipar? A cégvezetők a megrendelések visszaesésétől tartanak. Óvodafejlesztés Kétyen. Teljesen megújult a gyermekek csoportszobája. Beteg gyermekekért futja le a maratont a Paksi tűzoltó. Király Zsolt októberben áll rajthoz. Szigorítások lépnek hatályba Szekszárdon, a bölcsödékben, az óvodákban, a közintézményekben és a piacon a város polgármesterének döntése nyomán. Ács Rezső célja, hogy a korlátozások bevezetésével sikerüljön lassítani a koronavírus terjedését a Tolnai megyeszékhelyen. A változások közül több már szerdán hatályban volt. Rendben van, oké, gyere, mehet. Megmérik a gyerekek testhőmérsékletét a szekszárdi Kölcsey utcai óvodában, a szüleik pedig már a bejárati ajtónál elköszönnek tőlük. Itt szeptember 2-án vezették be ezt a rendszert, de hétfőtől a város valamennyi bölcsődéjébe és óvodájába már csak így léphetnek be a gyerekek. Nem szigorítottam a külsősök esetében most még. Tehát, hogyha névzene van, vagy éppen angoltanárról van szó, vagy éppen némettanárról van szó, bemehetnek továbbra is, csak meg kell mérni a testhőmérsékletüket, és védőfelszerel is kell használni, be kell tartani a gyerekektől a védőtávolságot. Készfertőtlenítő automata a Babits Mihály Kulturális Központ bejáratánál. Szerdától ide, ugyanúgy, mint a város többi közintézményébe, csak az eszköz használata után lehet belépni, és a vendégeknek, valamint a munkavállalóknak is kötelező maszkot hordaniuk. Az intézkedés a Vosinszky-Mór megyei múzeumra, a könyvtárra és a levéltárra is vonatkozik. A polgármesteri hivatalba pedig már hétfő óta csak maszkba lehet belépni, és mindenkinek kell használnia a kihelyezett készfertőtlenítőt is, sőt, jövő héttől már itt is mérnek lázat, mielőtt valakit beengednek. Szerdától Szekszárdon a piacon is szigorúbb szabályok léptek életbe a polgármester döntése nyomán. A helyi vagyonkezelő Kft.-nek beléptető pontokat kellett kialakítania, és készfertőtlenítő is került minden bejárathoz, valamint az árusoknak és a vevőknek is kötelező maszkot hordaniuk. Aki nem visz magával maszkot, természetesen azt kérem, hogy a vagyonkezelő biztosítsa számára, hogy ott a kapuknál mondjuk fel tudja venni ezt a védőfelszerelést. Azért van ezekre szükség, hogy ne kelljen szigorúbb intézkedéseket bevezetni, ne kelljen bezárni óvodát, vagy éppen iskolát vagy bölcsödét, a szülők tudjanak menni dolgozni. A városnak az a dolga, hogy minden megtegyen annak érdekében, hogy ezt tudja biztosítani. Szekszárd polgármestere abban bízik, hogy nem kell majd szigorúbb intézkedéseket hoznia a vírus terjedése miatt. 15 millió forintot költött a vízszolgáltató Bonyhádon az ivóvíz minőségének javítására. A beruházásra azért volt szükség, mert az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés is érkezett, aminek során a víz minőségét kifogásolták Bonyhádon és a település környékén élők. A nyár folyamán többször jeleztek az ivóvízzel kapcsolatos minőségi kifogást a Bonyhád környékén élők. A szolgáltató 15 millió forintos költséggel javította ki a műszaki problémát. Bonyháron 14 kútból termelünk vizet, és abból 10 esetében vasas, mangános a víz, és ezt a vízművünk tisztítja meg. És ebben a vízműben lévő szűrő betét sajnos elhasználódott, és ez okozta a nyári vízminőségi problémákat. Ezt követően újabb minőségi probléma jelentkezett, mely a víztorony időszakos karbantartásának volt eredménye. Mára ezt a problémát is orvosolta a szolgáltató. Csapó Sándor elmondta, az 1,7 milliárd forintos költséggel épült szennyvíztisztító telep próbaüzeme megfelelő módon zajlik. Próbaüzem során állítják be a kivitelezők azokat a berendezéseket a helyszíni értékeknek megfelelően, ahogy azt majd üzemeltetni kell, illetve néhány pótmunka még zajlik. Reményeink szerint november végére befejeződik. Ezzel Kismányokon, Nagybányokon, Kakasdon, Cikón és Bonyhádon 30 évre megoldódik a szennyvíz tisztítása és kezelése. Az építőiparban dolgozók attól tartanak, hogy a koronavírus miatt kialakult helyzet egy a 2008-ashoz hasonló gazdasági válságot von maga után. A cégvezetők már most is érzik ennek a jeleit. Ez is téma volt a Tolna megyei mérnöki kamara rendkívüli taggyűlésén. Rendhagyó taggyűlés tartott a Tolna megyei mérnöki kamara szeptember 15-én.
Rendszeres éves gyűlésüket tavasszal szokták megrendezni, de idén a koronavírus járvány miatt ezt el kellett halasztaniuk. Díjak kiosztása, beszámolók és költségvetések elfogadása, bizottsági tagok újraválasztása és több szakmai előadás is szerepelt a napirendi pontok között. Palotásné Kővári Terézia, a Tolna megyei mérnöki kamara elnöke elmondta, hogy nem csak a kamara éves rendjét borította fel a vírus, hanem a tagok munkalehetőségeit is gátolta. Nagyon sokban befolyásolta, a munkavállalásuk szempontjából is akadályt gördített ez a helyzet eléjük. Nyilván nem tudtak olyan mértékig kimenni, akár helyszíni egyeztetésekre, vagy akár kontakt megbeszéléseket megtartani. Amit csak lehetett, átvittek az online térbe. Idén a továbbképzéseket is digitális formában tudták csak megtartani, pedig sokkal célra vezetőbb volt az eddig jól bevált kontaktórás gyakorlat. Kocsmár Istvánt, az Aliszkabau vezérigazgatóját is érzékenyen érintette a gazdasági válságba lassan átcsúszó koronavírus járvány terjedése és az azt követő szigorítások. Egyrészt azt látjuk, hogy a beruházások kezdenek leállni. Ugye ez a magas építésnél főleg abból adódik, hogy a magán befektetők gondolva a jövőre kezdenek takarékoskodni, tehát én azt hiszem, hogy ugyanaz fog lejátszódni, mint a 2008-2009-es pénzügyi válságnál. Kocsmár István elmondta, hogy bár mindenkit rosszul érintett a vírus, de náluk az építőiparban egy meglévő, lefelé menő folyamatot erősített fel. Nem változott számottevő mértékben augusztusban a munkanélküliek száma az országban. Júliusban a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma a KSH jelentése szerint az egy hónappal korábbihoz képest 3000-rel nőtt, 4 millió 460 ezer volt, ami a tavalyi júliusinál 65 ezerrel kevesebb. A számok augusztusban sem változtak jelentős mértékben. A stagnálás feltehetően részben annak a következménye, hogy az idény munka például a mezőgazdaságban, az építőiparban és a turizmusban már júliusban megjelent. Megújult a Kéthyi óvoda csoportszobája. Az önkormányzat anyagi támogatásával újították fel a termet, alapítványi hozzájárulással pedig új bútorokat vásároltak. A megújulás itt nem áll le, hiszen a következő projekt a tornaszoba rendbetétele lesz, de nagy vágyuk a megújuló energia bevezetése is. Szeptembertől már a megújult óvodai csoportszobát vehették birtokba a Kéthyi gyerekek. A település önkormányzata anyagi támogatásával valósulhatott meg a felújítás, ami a festést, újralambériázást, a parketta újracsiszolását és fényezését, valamint a régi bútorok restaurálását jelentette. Ezen kívül alapítványi segítséget is kaptak. A gyermekmosoly alapítvánnyal az óvoda szerzett be egy új kis bútort, és az régi bútorokból, amiket még úgy gondoltak, hogy használni tudnak, azokat fölújítgattuk, kicsit rendbetettük, és nagyon szépen lefestegettük, és nagyon szépen használják a gyerekek. A polgármester azt mondja, hogy mivel ez az egy kicsi intézményük van, mindent megtesznek, hogy az idejáró 21 gyermek jól érezze magát. Még nagyon jó lenne, hogyha az energia, a megújuló energiát is valahogy a pályázaton meg lehetne oldani, az nagy segítség lenne az önkormányzatnak, hiszen az áramfogyasztása, az energiafogyasztása ennek az épületnek azért nagyon magas. Addig is a következő projekt a tornaszoba felújítása lesz, amit szintén önkormányzati támogatással valósítanak majd meg. Beteg gyermekekért futja le a maratont Király Zsolt, a Paksi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szolgálatparancsnoka októberben. A két diplomás, 15 éve tűzoltóként dolgozó Zsolt azt mondja, szerette volna, ha a hobbiának van célja is, ezért döntött úgy, hogy jótékonysági futó válik belőle, és 200 ezer forintot összegyűjt a súlyos beteg gyermekek élményterápiás táborosztatásával foglalkozó alapítvány javára. Rekkenő hőségben rója a köröket Király Zsolt, miután átvette futópólóját és levetette hivatásos egyenruháját. Zsolt 15 éve tűzoltó, a maratonra edz, nem is akármilyen futóversenyre készül. A súlyos beteg gyerekek élményterápiás táborosztatásával foglalkozó Bátortábor alapítvány futócsapatának tagjaként jótékony céllal áll majd rajthoz. Azt mondja, mind tűzoltóként, mind magánemberként a segíteni akarás vezérli. Ezért döntött úgy, hogy a futás nem csak a hobbija lesz, hanem azzal jótékony célokat is szolgál. Sajnos mind, szinte minden családban nekem is volt daganatos hozzátartozom, és hát ezt a kettőt így egybe azt gondoltam, hogy akkor már jó lenne, hogyha valamilyen szinte lehetne támogatni, illetve ugye a tűzoltó az ott segít, ahol tud,
és ha már ez a hobbim, akkor azt gondolom, hogy akkor már legyen egy célja is ennek a hobbinak, és ez pedig a jótékony futás. A Paksi Tűzoltó által vállalt összeg lassan összegyűlik, amit a gyerekek egészséges étkezésére költ majd el a bátortábor. Az én kitűzött célom az 200 ezer forint volt, és már összejött 195 ezer forint, tehát még mindig van egy kis rés, viszont hogyha túl teljesítjük ezt a 200 ezer forintot, sem probléma, tehát hogyha 1 millió forintot sikerül összegyűjteni október 10-én, akkor is azt gondolom, hogy jó helyre fog ez kerülni. Király Zsolt október 10-én futja le a 42 kilométert egy budapesti maratonfesztiválon. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Ultrahang és elektroterápiás készüléket adományoztak, modern berendezések a Pécsi Gyermekklinikán. Fejlődés, megújulnak a települések a Magyar Falu programnak köszönhetően. Helyi termékek a helyi lakosoknak, új termelői piacot adtak át Sehelyén. Két új modern berendezést adományozott az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. A Pécsi Gyermekklinika számára. A szervezet a tavalyi évben megrendezett jótékonysági vadászat keretében befolyt összegből támogatta a kórházat. Ennek eredményeképp egy ultrahang és egy elektroterápiás készüléket adtak át az intézmény igazgatójának. Az eszközöknek köszönhetően hatékonyabban kezelhetik többek között az égési vagy idegi sérüléseket. Ultrahang és elektroterápiás készülék gyarapítja mostantól a Pécsi Gyermekklinika eszközparkját. A modern berendezések egy jótékonysági akcióból befolyt összegből kerülhettek a kórházba. Az átadó ünnepségen dr. Decsi Tamás elmondta, a készülékek leginkább hegek, égési sérülések kezelésére, fájdalomcsillapításra, valamint sérült idegek regenerálására, a gyengült izomzat erejének visszaállítására alkalmazható. Azt a bizonyos utókezelés részt, ahol már nem az életveszély elhárítása vagy a funkció megszűnésének elhárítása a feladat, hanem a teljes egészség helyreállítása, no ezt a részét is tudjuk támogatni. Az eszközöket az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. Szerezte be a 2019 végén megtartott jótékonysági vadászat eredményeképp. A szervezet célja az volt, hogy 19 megyei kórház gyermekosztályára kerülhessenek hiánypótló orvosi eszközök. Kettő héttel ezelőtt miniszterelnök helyettes úrral, jómagam, Kásler miniszter úr részére átadtunk egy 37 millió forintos adományozó okiratot, ami az egész országra vonatkozott, és ugye ennek a megyei relációja történik most itt Baranya megyében. Idén ismét megrendezik a jótékonysági vadászatot, melyhez más cégek, szervezetek és magánszemélyek is csatlakozhatnak. Támogatásukkal hozzájárulhatnak, hogy a következő évben további modern készülékekkel ajándékozhassák meg a gyermekklinikákat. Utcák, közintézmények, temetők és játszóterek is megújultak az elmúlt időszakban a Magyar Falu programban. A kistelepülések gyorsan le tudták hívni a pályázati összegeket, így rövid időn belül több fejlesztést is megvalósíthattak. A cél egy élhetőbb vidék megteremtése és a helyben maradás ösztönzése. A Somogy megyei hetesen mintegy 50 millió forintból fejlesztettek az elmúlt időszakban. 2019-ben és 2020-ban is 1-1 milliárd forintból fejleszthettek Somogy megye 3-as számú választókerületében a települések. A Magyar Falu programban sikeresen pályáztak az önkormányzatok, hetesen 3 beruházást adtak át. Mind a 3 nagy szükség volt, a parókia 24. órában lett felújítva belülről, és mi a külső felújítása vissza van. Ez az utca, azt mind ahogy mondtam is az átadón, gyakorlatilag gépjárművel, meg terepjáróval lehetett megközelíteni igazából, tehát teljesen az alapjaiban szétesett. Az óvoda udvarban pedig gyakorlatilag a 90-es évek vas és fajátékai voltak. Az óvoda játszóterére 5 millió, a Petőfi utca aszfaltozására 26 millió, a református parókia modernizálására 25 millió forint jutott. Utóbbi rekonstrukciójához a település is hozzájárult, hiszen a hívek adományt gyűjtöttek. Az ünnepélyes átadón Neszményi Zsolt, a Somogy megyei kormányhivatal kormánymegbízottja arról beszélt, a Magyar Falu program segít a vidék megtartó erejében, így a fejlesztések élhetőbbé teszik a kisebb településeket. Azon kívül sok minden beruházásról fogunk majd még beszélni, és mindegyik egyformán fontos, talán az
egy kicsit jelképes, hogy egy ilyen közösségnek az életterét sikerült biztosítani. Azok, akik a hitükben erősek és kitartanak a hitük mellett, most olyan körülmények között gyakorolhatják ezt, amit nagyon régóta vágytak. 17 millió forint volt a pályázat, ebből a beruházás körülbelül 14 millió forintot tesz ki már maga a fejlesztés. A belső tér az teljesen megújult, nyilázáró csere történt, ezen kívül a fűtés, a vízhálózat is korszerűsödött, és a belső felszerelés is, az illemhelyek elkészültek, mozgássérültek számára is megközelíthető. Tehát tényleg olyan körülmények vannak, ami nagyon sokan is nagyon régóta vágytak, és azt gondolom nagyon megérdemelték. A fejlesztésekre 2021-ben is lesz lehetőség, hiszen a kormány minden eddiginél nagyobb összeget szán a falvaknak. A pénz pedig jó helyre kerül, mondja Móring József Attila, országgyűlési képviselő. Nagyon sok településen még a ravatalozó felújításra vár, új ötletek is megfogalmazódtak, hiszen a települések belterületen lévő buszmegállókat szeretnék nagyon sokan rendbe tenni, bővíteni, indokolt a biztonsági rendszert, a kamerarendszert, ezt is nagyon sokan jelezték, reméljük, hogy a későbbiek során ezek is beépíthetők lesznek, de a régi kiírások is, amelyek utak, járdák építését takarják, vagy hivatalfelújítást, azok is még biztos, hogy nagyon nagy népszerűségnek fognak örvendeni. Somogy megye 3-as számú választókerületében a 72 település közül 69 pályázhatott, és adhatja be igényét jövőre is a Magyar Falu programban. Új szolgáltatással bővült a sellyei piac. A terület és településfejlesztési operatív program keretében ugyanis termelői piacot hoztak létre a Baranyai város központjában. Az átadó ünnepségen elhangzott, fontos, hogy támogassák a helyi termelőket, amit a legegyszerűbben úgy tehetnek meg, ha megvásárolják termékeiket. Ezzel nem csak a gazdaságot élénkítik fel a lakosok, hanem egészségesebbek is lehetnek, hangsúlyozta Nagy Attila polgármester. Új létesítménnyel bővült a sellyei városközpont. A már meglévő kültéri árusítóhely mellett egy termelői piacot alakítottak ki. Az átadó ünnepségen elhangzott, nagy lépés ez a Baranyai város életében. Nagy Attila, a település polgármestere hangsúlyozta, ez egy olyan önkormányzati beruházás, ami a helyi termelők megélhetését és a lakosok egészséges élelmiszerhez való hozzájutását is segíti. Ez nem csak élelmiszer termelői piac, ez kézműves termékeket is fogad, és minden olyan terméket, amire itt, a mi környezetünkben, a környező településeken igény van. Többször van hetente két alkalommal nagyobb piac, de hát ez az épület minden nap nyitva lesz, és várja a vásárolni szándékozókat és az eladókat is. A termelői piac már nem az első beruházás, ami a városközpont fellendítése miatt valósult meg, tette hozzá a település vezetője. Az elkészült fejlesztések mellett azonban már most is zajlanak újabb korszerűsítések. Mint arról Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője beszámolt, különböző pályázatok útján újul meg és bővül a központi terület. Egy zöld mezős beruházás keretén belül egy térfelújítás fog elindulni a Korondi téren, és ezen összekötő utcák vonatkozásában egy barna mezős beruházással fog véget érni ez az utcatengely fejlesztés, hiszen volt tejcsarnok épületét és annak a környezetét fogjuk rendbe rakni. Mindezek mellett bölcsöde, óvoda és iskola fejlesztés is zajlik a városban, de a kerékpárút is megújul, tette hozzá Nagy Csaba. Hangsúlyozta, ezek mind már elnyert pályázatok útján megvalósuló beruházások, melyek a következő év első felében be is fejeződnek. Baranya megye tanulásban akadályozott, értelmi sérült és sajátos nevelési igényű, azaz SNI-s diákjai számára hirdettek atlétika versenyt, de a koronavírus járvány miatt mindössze egy iskola érkezett a megmérettetésre. Így a korábbi 140 résztvevő helyett mindössze 27-en mérték össze tudásukat kedden. A nagy nyüzsgés idén elmaradt. Egyedül a Bálicsi Integrációs Nevelési Oktatási Központ tanulói érkeztek a fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetsége őszi megyei felmérő atlétika versenyére. Ők azonban nagy lelkesedéssel mutatták meg, hogy mit tudnak. Többségüknek a sport az egyetlen olyan terület, melyben sikert érhetnek el. A gyerekek nagy része hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű családban él. 100 méteres futást, távolugrást, kislabdahajítást és súlylökést, és mindegyik a kedvencem. A megye tanulásban akadályozott, értelmi sérült és sajátos nevelési igényű, azaz SNI-s diákjai számára meghirdetett atlétika versenyt a kis létszám ellenére is megrendezték. Mindenképpen fontos az, hogy a gyerekek meg legyenek mozgatva. Nem tudok mit mondani,
nem szégyenkezem emiatt, hogy ma nem 140 vagyunk, hanem csak 27-en, de ez is, de megcsináljuk tisztességgel, és akkor majd kiderül, hogy hogyan tovább. A szervezők abban bíznak, hogy tavasszal visszatérnek az iskolák, és újra teljes létszámú versenyeket lehet rendezni a tanulásban akadályozott és fogyatékkal élő fiataloknak. Addig is arra kérik az intézményeket, hogy tartsanak házi versenyeket, ahol felmérhetik a gyerekek edzettségi állapotát. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Szigorítások Szekszárdon. Ács Rezső célja, hogy sikerüljön lassítani a vírus terjedését. Veszélyben az építőipar? A cégvezetők a megrendelések visszaesésétől tartanak. Óvodafejlesztés Kétyen. Teljesen megújult a gyermekek csoportszobája. Beteg gyermekekért futja le a maratont a Paksi tűzoltó. Király Zsolt októberben áll rajthoz. Csütörtökön napközben még igazi vénasszonyok nyarára számíthatunk, az átlagosnál melegebb hőmérséklettel. Délutánra viszont az országnak ezen a részén már több felé feltámadhat a szél, erős széllökések is kialakulhatnak. Éjszaka zivatarokra és lehűlésre kell számítani. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!